Eddig hétfőn, szerdán és pénteken fogadták a gyerekeket az Izida Anya és Gyermekvédelmi Társulat napköziében. Most a közmunkaprogramnak köszönhetően napi rendszerességgel reggel 7-től este 6-ig foglalkoznak a gondozottakkal. Itt mondható az, hogy a szervezeten belül egy napközi működik, amit azt hiszem most egy kicsikét majd jogilag dokumentációkkal mindennel el kell intézni, és én gondolom, hogy ez a csoport ehhez hozzásegít, mivel vannak köztünk adminisztratív munkások, van közte, ami a napközinek fontos része, tanító, oktatók. Egészségügyi nővér is gondját viseli a gyerekeknek. A fogyatékkal élők esetében ugyanis ilyen jellegű felügyeletre is szükség van. Vannak olyan gyerekek, felnőttek, úgymond van másképpen, akik gyógyszert szednek, vagy akár szirup, vagy legyen az bármi, amit nem érkeznek még otthon bevenni, gyógyszert, vagy valami ilyesmit, azok a szülők általában leírják, vagy én személyesen beszélek velük, átadják a gyógyszereket, és mi, vagyis én adom be a gyerekeknek. A Bács Feketehegyi Szervezet a fogyatékkal élő személyek közmunkaprogramjára is pályázott. Ennek keretében 4 személynek biztosítanának munkát. Az eredmények még nem ismertek.